Az est rendhagyó volt, hiszen a főszereplőket Pálmai Erika újságíró kérdezte előre meg nem határozott témában. Én azt remélem, hogy a 300 legszényebb településről, ami az általam vezetett programnak a lényege, talán arról fogunk beszélgetni, de nem kérdeztem meg a műsorvezetőt, úgyhogy gondolom, hogy szegénységről, legszegényebb falvakról, oktatásról. A Máltai Szeretetszolgálat 35 éve foglalkozik rászorulókkal, idősekkel, hajléktalanokkal. A miniszterelnöki biztos elmondta, hogy jelenleg az előre tervezett 2019-ben elindult felzárkóztatási program jól halad, már 178 településen segítik az ott élőket. 178 településnél tartunk, és 28 civil szervezettel dolgozunk együtt, és nyilván a legtöbb település a Málta kezében van. Nagyon röviden ez arról szól, hogy azokon a településeken, ahol már nagyon kevés tudás maradt, nincs iskola, vagy hogyha van, akkor mondjuk alsó tagozat, vagy rossz minőségben működik, nem nagyon találják az utat, oda olyan emberek költöznek le, vagy olyan emberek mennek el dolgozni, akik a mi nagy rendszerünkben is dolgoznak, tehát egy kicsit kinyílik a település a mi érkezésünkkel. Integrálódásuk folyamataként lassú együttműködés indulhat meg abban a reményben, hogy rajtuk keresztül rengeteg tudás, intézmény, esetlegesen pedig vállalkozások szivároghatnak be az egyébként lemaradt, zárt településekre. A mértékegység esetükben más, mint egyébként, azon apróságok az igazi fokmérői munkásságuknak, amelyekről sokan nem is vesznek tudomást a mindennapokban. Az, hogy célt adhatnak azoknak, akik napról napra tervezhetnek csupán. Távolabbit mesélek, talán a nézők fogják érteni, amikor az első évemet töltöttem hajléktalan emberek között, tehát ez már sajnos nagyon régen volt, 31 néhány éve, és a karácsonyi asztalnál elmeséltem, hogy milyen hatalmas élmény volt az első karácsony a hajléktalan emberek között, és akkor kérdezte az egyik közeli rokon, hogy na de mégis mi volt, és mondom, képzeld el, hogy Józsi bácsi odaállt elém, és azt mondta nekem, hogy nem iszom többet, Miklós úrnak hívtak, nem iszom többet, és azt mondja, és nem mi volt? Hát de mondom, nagyon berúgott, és hát nagy nevetés, és akkor én először éreztem azt, hogy de nem látták Józsi bácsit, hogy ott egy percen keresztül ezt komolyan gondolta. Aztán az élet az olyan, meg az ember gyönge, de hogy voltam én valaki, aki miatt ő egy pillanatra elhatározta, hogy megváltozik, és azóta ez nagyon-nagyon sokszor van így, hogy ezek a kis elhatározások aztán néha nagyjá válnak. Ezek a gyenge erők aztán egy kicsit megerősödnek, és ezeket a gyenge pillanatokat lehet, hogy meg se kell mutatni másnak, mert talán kinevetik, de nekünk, akik ott vagyunk, ebben kell látni a gyökeret. Tehát, hogy itt van valami villanás, amiben mégiscsak lehet foglalkozni, legyen ez gyerek, legyen felnőtt, valahol itt. És egy csomó olyan egyéb eredmény, amit hát még az ember tud, hogy ez még zsenge, ez a hang még hamis, de mi tudjuk, hogy mekkora erőfeszítés van, és az erőfeszítés azt jelenti, hogy most már lehetnek céljaink. Az alelnök az esten több anekdotát is elmesélt, amelyek révén a közönség bepillantást nyerhetett a Máltai Szeretetszolgálat munkásságának színfalai mögé. Becsei szerint a szociális érzékenységet hosszas munka árán lehet csak fejleszteni, a szeretetszolgálat eredményeit pedig nem lehet gyorsan egyik pillanatról a másikra realizálni. A miniszteri biztos reméli, hogy a következő években még több településen, még több közösségben sikerül majd változást elérniük. Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat iskola alapítvány kuratóriumi elnöke a szeretetszolgálat oktatásban betöltött fontos szerepéről beszélt. Mi iskolákat, óvodákat tartunk fönn az ország több mint 10 megyéjében, alapvetően hátrányos helyzetű kis településeken, és ugye az egyik legnagyobb iskolánk a Dombovári Eszterházi Szakképzőintézmény, amely nagy büszkeségünk, egy rendkívül innovatív intézmény itt Dombováron, ahol a már leszakadt gyerekek műhelyiskolai vagy orientációs évfolyami képzésétől kezdve szakképzésben, technikumban, több mint egy tucat ágazatban nyújt nagyon színvonalas képzést, ráadásul egy nagyon innovatív tantestület van, oktatói testület, ma már így hívják hivatalosan, amely mindenféle innovációkban benne van, a robotok alkalmazásától kezdve tényleg a legjobb mester-tanítvány kapcsolatokon keresztül.
Az alelnök elmondta, hogy a dombóvári iskola innovatív, duális képzést nyújt a több mint 400 nappali tagozatos diáknak és az esti képzésben résztvevő felnőtteknek is, amelynek keretein belül már tanulmányaik során betekintést nyerhetnek a munkavilágába, hiszen az intézménynek és a szeretetszolgálatnak is remek partneri kapcsolatai vannak. Rendkívül gyakorlati orientált a képzésünk, a szakoktatóink külön figyelnek a diákokra, nagyon jó kapcsolatrendszer az iskolának a gyakorlóhelyekkel, cégekkel, tehát ugye a diákjaink a szakképzésiskolában már a 9. évfolyamot követően, technikumban már a 10. évfolyamot követően nagy többségben cégeknél vannak kint, és ugye ez a duális képzés nagyon jól meg tudja szervezni ez az intézmény, hogy a gyerekek részben az iskolában vannak, nagy részben kint vannak a terepen, és így egy igazán komplex képzést tudnak kapni. Ráadásul nagyon sokféle kiegészítő képzést is kínálunk, tehát hogy mondjuk egy példát, valaki mondjuk cukrásznak tanul, akkor miután megtanul cukrásznak, tanulhat pincérnek, tanulhat egyeveket is, tehát igyekszünk variálni és megtalálni mindenkinek az útját. Nem válik be a orientációs évfolyamon, akkor átmegy a műhelyiskolába, tehát a legkülönbözőbb módon igyekszünk azt nézni, hogy az adott gyerek mit szeretne, miben jó. A Máltai Szeretetszolgálat meg annyi óvodát és iskolát üzemeltet az országban. Annyiban mindenképpen máshogyan, hogy kiemelt figyelmet kap az egyéni, tanulóra fókuszáló oktatás.